Zöld beruházási és közösségi gazdaságfejlesztési alap létrehozását ígéri választási programjában a Lehet más a politika. Az LMP kormányra kerülése esetén az épületenergetikai beruházásokat támogató úgynevezett zöld beruházási alapot hozna létre, amelyet minden évben 100 milliárd forinttal töltenének fel. A zöld párt úgy látja, ezek a beruházások segítenének a magyar gazdaságon is, hiszen az építőiparban munkahelyeket lehetne teremteni alacsonyabban képzett embereknek is. A felhasznált alapanyagok nagy részét pedig itthon lehetne beszerezni. Vendégem a stúdióban Meszerics Tamás, ha lehet más a politika EP lista vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a nézőknek is! Külön örülök, hogy az LMP egyik politikusa jött ide hozzánk most, ezután a beszélgetés után. Nos, fültanúja volt az iménti beszélgetésnek, hogy a Paks mellett, illetve ellen véleményekről volt szó. Az LMP nyilvánvalóan egy teljesen másfajta véleményt fogalmaz meg. Önök mivel helyettesítenék Paksot? Erről már, amikor utoljára itt jártam, akkor is esett egy-két szó, és annak ellenére, hogy nekem nem szakterületem az energiapolitika, ennek ellenére hát viszonylag egyszerű dolgokat én is megértek ebből. Például megértem azt, ami szerepel a kormány 2011-ben elfogadott és imént említett energiapolitikai stratégiájában. Például szerepel benne az az adat, hogy nagyjából hasonló beruházással a paksi kiváltásnak megfelelő mennyiségű energiát lehet megspórolni a villamosenergia rendszer, a villamosenergia hálózat korszerűsítésével. Na most ez egy olyan beruházás, amit nem lehet a végtelenségig eltolni. Tehát ezt mindenképpen meg kell tenni. Ha ez pótolja nagyságrendileg a paksi kiesést, akkor miért olyan egetverően szükséges ezt a kiesést atomenergiával pótolni? Abban igaza van a professzor úrnak, hogy a megújuló energiákra alapozott rendszerek ebben a pillanatban beruházásilag nagyjából kétszer annyit igényelnének, mint egy ilyen paksi beruházás, de ehhez két dolgot kell tudni. Az egyik az az, hogy ezek a beruházások jelentős részben támogatást kaphatnak az Európai Uniótól. Ez az egyik fel a dolognak. Tehát a 14-20-as ciklusban erre külön van egy megfelelő keret. Tehát ez az egyik része, ami hát kicsit jobb, mint még akár a kedvező kamatozású orosz kölcsön. Másrészt pedig ezek tipikusan olyan beruházások, amelyek a nagyobb befektetést a beruházás végén igénylik, és nem az elején. Szemben a klasszikus erőmű építéssel, ahol mindent oda kell betonozni pénzben a legelején. Úgyhogy ennek a költsége sokkal jobban terített, ennek a beruházásnak a költsége. Másrészt pedig hát az a helyzet, hogy tudunk olyan országról, ahol lemondtak az atomenergia használatáról. Lehet, hogy ez csacsiságnak tűnik, de ezt tessék szíves lenni megbeszélni az osztrák kollégákkal, akik megoldották. Hát nyilvánvalóan a programjukban is szerepel ez, tehát maga a zöld, hogy is fogalmaznak, zöld energiaprogram? Igen. Zöld energiaprogram, így van. Na most, ha már nyilvánvalóan megvan a megfelelő támogatottsága a zöld energiának, ez látszik is az aláírás gyűjtő íveken, tehát azért mondjuk ez egy aktuális kérdés. Hát én nem tudom, miért gondolja, hogy a rezsicsökkentés látszik a másik párt aláíróiban. Hát tájékozódunk a belpolitikai hírek között, akkor nyilvánvalóan találkozunk ezekkel, azért az vitathatatlan. Nem tudom, nagyon sok szempontból, nagyon sok indok miatt írnak alá nekünk azok, akik támogatásukról biztosítanak, amit ezúttal is szeretnék megköszönni. Nagyon hálás vagyunk minden egyes választónak, aki támogatásáról biztosítja lehet más a politikát. Ezek között nagyon különböző indokok vannak, elsődlegesen talán nem szakpolitikaiak. Tehát nem gondolnám azt, hogy aki az LMP aláírásgyűjtő íveit az aláírásával megtiszteli, azok feltétlenül a zöld gondolat, hogy az energiapolitika kapcsán kerülnek kapcsolatba az LMP-vel, de ez nem feltétlenül baj. Még egy zöld pártnál azért azt elvárnánk, hogy alapvetően ez is egy nagyon fontos dolog, amit alatba vethetnek, nem? Igen, próbáljuk is, minden lehetséges fórumon el is mondjuk, hogy igen, szerintünk vannak olyan megoldások, amelyek nem olyan kockázatosak, és nem annyira fenntarthatatlanok, mint az energiapolitika pillanatnyi stratégiája. Egyébként hogyan látják az elmúlt éveket? Lehet más a politika? Sikerült az elmúlt években is a küldetését teljesíteni az LMP-nek? Egyrészt azt gondoljuk, hogy a politika, ameddig a demokrácia alapintézményei megmaradnak, mindig lehet más. Mindig van olyan esély, például választások útján, amikor meg lehet változtatni adott politikai felállásokat. Ez önmagában is egy lehetőség. Másrészt pedig azt gondoljuk, hogy amíg a választók támogatásukról biztosítanak legalább olyan mértékben, hogy parlamenti erővé váljon, olyan erőket, amelyek nem hajlandók
következetesen nem hajlandók a két oldal, a bal oldal és a jobb oldal valamelyik szekértáborába beállni csak azért, hogy a másikat ne engedjék hatalomba, addig van esély arra, hogy előbb-utóbb fel lehet oldani ezt a kétpólusú rendszert Magyarországon. Paks lesz a kampányok fő témája? Paksot a kormány teszi a kampány fő témájává, nem mi. Tehát önök azért ettől függetlenül foglalkoznak vele. Igen, azért foglalkozunk vele, mert a kormány véghez viszi azt, amire nem számítottunk volna, hogy még egy választási ciklus legvégén, közvetlenül a választások előtt, még rendkívül ülésszakon újra módosítják az alkotmányt, csak azért, hogy az orosz hitel nem erülhessen fel az orosz hitel alkotmány ellenessége. Nyilvánvalóan önök küldetésükben is egy egészen másfajta politizálást céloztak meg, illetve hát ez lenne a rendeltetése kvázi az LMP-nek. Ennek tudatában mi a véleménye a Simon ügyről, ami az MSZP körül kialakult? Hát a Simon ügy nem az első, és nagyon úgy néz ki, hogy nem is az utolsó a magyar politikai rendszerben rendszeresen felbukkanó korrupciós ügyek közül. Itt meggyőződésem szerint ez egy olyan állatorvosi ló, amiből hát évente egyet-kettőt kisebb léptékben találunk, és 5 évente nagyjából ilyen léptékben is előfordulnak a magyar politikát megterhelő hasonló ügyek. Ezzel legegyszerűbben a kampányfinanszírozás nyilvánossá tételével és egyáltalán a pártfinanszírozás sokkal átláthatóbb szabályozásával lehetne megoldást találni, ez is szerepel a programunkban, de hát ezt 2009 óta mondjuk folyamatosan, és erre különböző törvényjavaslatokat be is nyújtottuk. Maga a korrupció elleni küzdelem is szerepel a programjukban? Tehát ezt szeretnék minél nagyobb rétegek számára ismerté tenni? Természetesen. Hát a becslések szerint Magyarországon az átlagos közbeszerzés korrupciós felára közel 20%. Ezen az alapon nagyjában egészében egy-egy bajnai csomagnyi pénz áramlik ki a költségvetésből minden évben. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.